Sziasztok! Itt vagyunk Nagy Skateparkban. Ez első szes az évben. Itt van. Német Márton. Én meg Sepa Lent vagyok, és most csinálunk egy koldesát videót. Jó magam is itt vagyok. Leányfalvi. Eszembe jutott Jal Csabi. Becses neve Leányfalvi. Na akkor legjobb akkor hozzuk, hogy ki kezd meg ilyen. Egy. Most én mondok Hizónak, legyen egy bármi perbe, Spy néven. Akkor én mondok Cikának, piramisan egy 270 vápét. Legyen egy... Nem tudom. Kereket mondok. Ja. Bár-bár. Hol? Erbe. Erbe. Spy néven. Jó. Akkor lejön Hizónak egy... Nem tudom. Egy finger piramisan. Akkor Cigány vegyen kik lesz a piramison. Azon ott. Fájzon? Igen. A büdös román karbantartó elküldött minket. Sajnos meghosszabbították a vízumát ide Magyarországra. Sajnos. Mert le van rotyogva a geci Dacia-ja. Ezt nem engedt meg minket a parkba. Hát a geci pofán leszeket. Ilyet bazd meg mindjárt szájba van. Tél van, szóval nem lehet bemenni. Ja tényleg, 10 fok van. Szar az idő. Na, szóval a történet annyi, hogy bementünk Kesz Parkba, zárva volt a kapu, bemásztunk, pedig tavaly ilyenkor már rollereztünk, ez február 25-e volt, és jött a karbantartó, hogy nincs nyitva még, mert neki azt mondta, hogy nem työki, szóval nem az ő hibája volt. Ő beengedett volna minket, de nem engedhették őt, mondták neki telefonon. Aztán kimentünk utána, hát az volt a táblára kírva, hogy február 27-dik az utcsó zárónap, kimentünk 27-én, vagy elsőn, hogy hát beengedni. Nem. És jött egy ilyen, hogy mondjam, ott a Dunakeszi sportpályának az egyik ilyen valamilyen, ilyen, nem tudom, ilyen csávó, aki ott valami. És azt mondta nekünk, hogy körülbelül március közepén nem lesz nyitva a park. Szóval ennyi igazából a történet. Sajnos ez miatt a flert nem bírtam beadni. Plusz még csináltunk van trükköket, de nem tudtunk, szóval sajnos ez miatt ilyen rövidebb a videó. De hogyha attól még tetszett a videó, akkor lájkolj, iratkozz fel, meg ilyenek.